Sportágra kedvelő, régi vágya volt, műfüves labdarúgó pályára felkészülten. Benedik Lajos kormányzati képviselőtestülete 1917. márciusában döntött arról, hogy pályázni kíván az MLS pályaépítés program keretében műfüves labdarúgó pályára építésére. A helyszínválasztás a legtöbb sportelepén lévő, használaton kívüli, leromlott állapotú kézilabda pályára esett. A pályázat beadása majd sikeres elvirálása után július 28-án történt a múltadó látogása. A kivitelező ezen a napon el is kezdte. A műszaki átadásra szeptember 4-én került sor, melyen részt vett az MLS részéről Pilli Lajos főmérnök műszaki ellenő és Vincevári építőmérnök. Lenti város képviseletében a város polgármestere, az alpolgármester, a lenti tornájár elnöksége, valamint a kivitelező képviselő. A műszaki átadás sikeres volt, így létrejöhetett a mai foci ünnep. A mai foci ünnephez hozzájárult Szepetnek csapata, mely felcserélte a pályaválasztói jogot, hogy lentiben játszanak. Köszönjük, ezután is köszöntöm Harmad János elnök urat és Szepetnek csapatot. A pálya műszaki paraméterei a következő. Kisméretű, 22x42 méteres műfüves labdarúgó pálya, 50 mm szálhosszúságú műfű borítása, kvarchomok és színezett gumi granulátum feltöltéssel, fehér vonalakkal, 2 darab 3x2 méteres fix kapuval, pálya körül viakolott gárda, labdafogó háló, palánk, valamint LED világítás kerül kialakítása.